Mit csinálsz? Mennyien bogárfogó van? Azt az ember éppen azt nézte, hogy te az a fa tök úgy néz ki, mint abó. És utána oda jön hozzád egy random ember, ez a Charliehoz, és Charlie megfordul, és tudtad, hogy a Pokémonok tudnak fejlődni, és utána rögtön harcol veled. Ez milyen párbeszéd? Te tudod, hogy 2 meg 3 az 5? Gyere, púnyozzunk! Este van az erdőben, harcolunk. Este 8 óra van, akarsz búnyózni? Igen. Tegnap lementem a boltba tejér. De nem volt gyere... más, csak kenyér. És egy gyereki a óra. Igen. Itt a Pokémon világban minden elég ok arra, hogy bunyózzatok. Igen. Szia! És már hívod elő, hogy... Szimpatikus vagy nekem. És így kezdődik. Randin! Gyertyafényes vacsoránál így kívni egy Snorlaxet, vagy valami. Ja. Vagy a, amikor fizetésre kerül a sor, akkor ahelyett, hogy fizetnél, kívod a pincért egy Pokémon csatára. Igen. Tényleg? Az szép. És az a borra való, hogy nem veszed el utána a pénzét. Igen. Vagy elveszed és visszaadod. Hát az. Igen. Vagy elveszed és visszaadod. Igen, tessék, ki van fizetve a kaján? Az lehet, hogy picit gonosz lenne. Metapod. Két metapodja volt eddig? Meg egy két öpi, azt hiszem, nem figyeltem. Hát itt igazából mindenkinek csak két öpi, mert metapodja van ebben az erdőben. Senkinek is kis fantáziája. Az animében legalább volt, hogy nézzük, hogy bebasztak egy pincért, hogy igen, ez egy epic dolog. Az a szamuráj gyerek. Igen, volt, pontosan nem? A szamuráj gyerek. Istenem. Az ilyen karaktereket nem értem, hogy miért nem tették be legalább a remake-be, hogy te ott van az erdő végén egy szamuráj. Kibaszott pincér. Semmi. Üzd meg vele. Tehát bármiféle ok nélkül. Az szép. Van olyan, hogy egyszerre két szintet fejlődsz? Tudsz annyi XP-t kapni? Mikor nagyon alacsony szinted van, akkor kell 3-at is. Wow. Hát igazából sokkal többet is, hogyha mondjuk mit én, van egy level 2-es Pokémonod, kihívod egy ilyen 50-es, 60-os ellen, és egyből visszahívod, és megkapja akkor a tapasztalatnak a felét. Wow. Annyira eldobott, hogy te is hátra esel tőle a Pokémon labdát. Ja. Ilyen fekete lyukat, ilyen anti-fekete lyukat hoz létre a Pokémon, hogy eldobod, és minden így eltávolodik. Csökkent a sebesség. Ha megmérgezel, nagyon csúnyán megbaszlak. Bazd meg! Így bejósolni! PSN! PlayStation Network. Igen. Attól szemed most ez körül. Igen. Vágd vissza egy XBL-lel. Még egyszer! De kétszer nem tudsz megmérgezni, köcsög! Szörnyet harcod a kukac. Itt sürgős beavatkozásra van szükség. És az ráadásul volt Pokémon volt. Neki ment a fán, hogy bum. Csak koppant egyet a fej. Igen. Mi van a táblára írva? Trainer tips. Mi az, hogy nem tudsz elkapni a Pokémont, ami más tulajdonához tartozik? Miért ne tudnám? Mert ez már szerző jogvédelem alatt áll. A faszt. Összecsomagolom a rohadt trénert is. Lesokulom. Várjál, ha nem tudom elkapni a Pokémont, akkor elkapom a trénert, és arra utasítom, hogy használja a Pokémonját az én csatámban. Ez már nagyon bonyolult nekem. A fő se fogom. Na, még egy mérget kapta. Ja nem, de kell. Ez nagyon csicska ez a támadás. Akkor kitalán habfürdővel nyomom le őket. Igen, tusfürdővel. Te csicska.
Hova sietsz? Hova picsába sietnék? Hát nem is siettem. Megálltál előtte. Nincs is futócipőm. Szemi. Meg amúgy is, hogy mi közel hozzá? Igen. Hé, hova sietsz? Hova a kurva nyelvben sietsz? Én itt átcsolgok. Én rájárok, hogy te miért nem érsz rá? Igen. Az egész életemet itt töltöm. De tényleg nem megy sehova soha az életben. 5 év múlva visszanézel, mi mindig itt fog állni. Kritikáid? Ennyi csicskó embert egy rakásomban van. És nézd meg! Az animében az utolsó dolog, ami volt ebben a rohadt előben, ez egy szamuráj. Itt mit kapok? Egy idiótát egy hernyóval. És már meg is mérgezték a pokémonodat. Megint. Ez a kurva PlayStation Network. Igen. Ragadós. A gyógyír, meg azt kéne kérdezni, hogy Anonymous. Igen. Erős volt? Erős volt. Az ellenfele gyenge. És ezt így bemondod, úgyhogy az ellenfelet hallja. Szóval, igen. Your foe is weak! És akkor ez a anyádat sértegeted. Igen. I give. Mit? Pénzt. Adom. Ezt adom, ezt tényleg te ütted. Álljál, megkeressük a cuccodat, amit elejtettél. És mit elejtettél? Potiont? Potiont. És nem adod vissza neki akkor? Nem adom neki vissza. Nem is lehet nekem úgy visszaadni. Bazd meg! Titomba tartom. Ez de aktívan megy. Óra előtt felveszed és elviszed. Nem az enyém volt? Nem, ez most nem, ez biztos nem mondom a tiéd volt. Ja, akkor jó. Ez nem az enyém? Már nem a tiéd. Jó, akkor keresed tovább, bocsánat, ne arrogodj. Legyőzöl valakit, az automatikusan a csicskásod lesz életed végéig. Zseniális. Mindenki ebben a játékban a csicskászom lesz életem végéig. Mit tudnak annyi? Helyhát semmi sima halott. Igen. Ez itt a Brocknak a... Ja, még nem. Második út. Nem tököltek a számozással nem. Sokat. Egy, kettő. Elmegyünk múzeumba? Mi a fasznak? Kiadjunk pénzt a nagy semmire. Akkor nem. Majd legközelebb. Ott egy Jigglypuff. Ott néz. Nem pislog az élőlény. Ez meg van száma. Démoni erőkkel. Igen, poszett. Azért oda rakva a sarokba, tudod? Az nem lehet mit kezdeni. Igen, ott konkrétan Johnny nem tud segíteni, ott az ördögűzőt várják. Igen, jön a papa szentelt vízzel. Bibliával. Ez a Jigglypuff nem a saját név, mondja, hogy anyát szobik a pokol. Igen. Se Jigglypuff dala helyett pedig a izét énekli, ez ilyen mindegy, sát és death metal számokra. 10 000 fény évre adj attól, hogy legyőz Brockot. Mondta ez a kis hülye cserkész, aki valószínűleg azt sem tudja, hogy mi az a... Tehát nem tudja felfogni azt, hogy 10 000 év fény év. És a végén ki is javítja meg, hogy tényleg bazd meg, az nem is távolság, nem is idő, hanem távolság. Igen. Ennyi? Ja, tényleg most az körtőlel az... Ezt a geódát kinyírod, ami lebeg, rejtés okból. A kövek arról híresek, hogy lebegnek a többi Pokémon miért nem tud lebegni, ha ezt tud? A többi Pokémon húzzel, ez meg nem. Ja. Van még Pokémonja ennek a csicskának? Na, például most 2 szintet fejlődtél. Visszavonulás! Hát ez pont az, amit nem akarom. Most tudod, most tanulta meg az, hogyha szarul áll a szénája, akkor el tud menekülni. De még arra sem lehet használni, mert nem arra szól, szóval... Tényleg? Aha. Csak bebújik a páncéljába, és ezzel növeli a védekezését. Ja, ó, pedig azt hittem, hogy van ilyen izé. De kell, pedig ez poénat volt. Wow, annyit levett. És tehát van egy olyan Marcia, hogy így elmenekül a picsába. Igen. Szedi a sátorfáját. Szuper effektív. A szemébe azt a szart. Accuracy fell.
De izgalmas. És ha egyszer elkezdik, akkor csak ezt csinálják. Addig csinálják, hogy egyszer véletlenül, hogy tényleg eltalálod őket, és akkor... Kecizé. Húzza az időt. Van! Csak halogatta az elkerülhetetlent. Igen. Ennyi. Adod a pénzedet is, adod a lakáskulcsod, írj egy papírt arról, hogy a rabszolgáim lesznek a családoddal együtt, és te megy a blokkhoz. Camper Lion. És tényleg. A gyerek felnőtt, hála neked. Mész tápolni? Vagy felizélni? Megy gyógyítani. Gym. Muszáj lesz. Annak miért torzult el annak a lánynak az arca egy pillanatra? Szerintem mindig is torz volt annak a lánynak. Ja, bocsánat. Mit áll azon olyan ott? Az egy dagad csávú. Ja. Elnézést. A Jigglypuff-e mindig megszállta a sátán, ahogy látom. És így tehetetlenül nézi a gyerek a baseballsokra, hogy ez mi a fasz csinálja. Ezt elbasztam, ezt elbasztam. Nem kellett volna elvinni abba az átkozott templomba, az az én hibám. Igen. Nem kellett volna kinyitni azt a könyvet. És nem ér rá az ördög. Látod megint? Ja nem, az a táskája volt, csak átlátszott az arcán. Ja nem, megfordult. Aha. Igen. Ja. Nem tudtad végre különböztetni az arcát a táskájától. Hát ez van. Brock nem is így néz ki az animében. Brock konkrétan eszerint amerikai focizik, az a két vonal ott van az arcára festve, mint az amerikai focisoknak. Csak az a szeme, elvileg. Hát de ha a szeme, Baha. Akkor nagyon az arca közepén van. Hát ilyen érdekes formájú a gyerek. Ezért nincsenek barátai valószínűleg. És barátnője sincs. Igen. És nem is lesz. Oké, okay. Leader Brock. Van ez, hogy gondolom az Onyx a végén, igaz? Igen. Animéhez hűk maradunk. Szuper effektív. Tackle, megfejlett téged egy kavics. Borzasztó. Ez nagy égés volt. Feloldja gyakorlatilag a pezsgő tabletta. Hogy a víz miért állt ennyire a sziklának? Ezt senki nem tudja gondolni. Mert az oké, hogy több ezer év alatt mondjuk a folyók ki tudnak járni. Lehet abban a pillanatban több ezer évnyi idő telik el, csak ő. Tehát a Pokémonoknak. Nem? Squeezed. Nézzük mennyire állt az Onyxnak a bubble. Wow! Nem annyira tápos ez a Onyx. Hát tipikusan az az eset, amikor két típusa van, és mindkét típus szar a víz ellen. Négyszer annyi sebzek neki, mint bármi másnak. Ennyi volt. Ennyi volt, Brock. Ennyi volt, Brock. Kaptál 324 XP-t, az sok. Vízágyú! Végre valami használható. Elfelejtjük csóválni a farkunkat. Ezt egy Pokémon és utána elfelejtetted, és soha többé nem fogsz rá emlékezni. Pontosan. De durvák ezek a Pokémonok. Az agyi kapacitás az... Ez olyan, mint hogyha ahhoz, hogy te le tud tenni a jogosítványt, ahhoz el kell felejtened a vezetéknevedet. Szóval... Ja. Ahhoz, hogy megtanuljál főzni, el kell felejtened, hogy hogy kell úszni és biciklizni. Vagy ahhoz, hogy meg tudjál tanulni főzni, az el kell felejtened azt, hogy hogyan tud megenni a kaját, amit megfőzöl. Igen. Hát az. És meg fogod tudni tanulni a flash-t. Ami nem arra fog szólni, hogy kurva gyorsan fussak, hanem hogy világítsak a sötétben. Oh. Csupa hasznos tárgy. És most nem jön veled, mi? Nem. Fasznak a társaság. Na jó van. Ennyi egyrészt, mert szerintem elég? Persze, megvan az első jelvény, amit követelt a haza, azt megtettük. És imádkozzunk, hogy működik a felvétel, és eltaláltunk mindent. Nagy gáz lenne, nem működne a felvétel. Na ja. Na gyógyítsuk meg azt a sok szart, aztán mentsük el. Jigglypuff sok sikert tud együtt a belső démonával. Egy ideig el fog vele szórakozni. Többet nem látunk, de reméljük, hogy alakul majd a sorod. És folyik le a nyál a szájában, tőle.
Vegyetek meg! Akkor ennyi voltunk mára. Köszönjük szépen, sziasztok! Mentsük el még aztán, hogy oda teleportált ez a köcsög. Ne kapcsolt ki az erőt. Nem is tudom kikapcsolni. Ennyi volt? Ennyi volt. Jó.